új, új konferenciát tartunk a Skyway, mint minden pénteken. Látom, hogy Szlovákiából, Magyarország, Szerbia, Horvátország, meg lehet, hogy még tovább is hallgatnak bennünket, és remélem Vajdaság. Jó, oké. Az plusz. Igazad van, Sándor. És remélem, hogy ez a következő 35-40 percben sikerül átadnom ezt az élményt, ezt a ez a érzéseket, amit a Skyway irányt tartok, és már áprilisban, 2016-ban, amióta elindultam a Skyway cég mellett, egyelőre mint egy kis befektető, egy legkisebb csomagot vásároltam, de utána beszéltem néhány emberrel, és bebizonyodtam, hogy ez egy igazán valódi projekt, egy nagyon hosszú távú cég, és egy kérdésem az volt, mi lesz, ha befejezzük a projektet, lesz-e utána még munka? Azt mondta a Szívós László, hogy igen, természetesen, mert a célprojektek utána indulnak, és ott is még lehet hálózatot építeni, tovább dolgozni. Na, ezt a két héttel ezelőtt konferencián bővebben mondtam, hogy a Skyworld Community tervez egy nagyon hosszú távú befektetési alapítványt, úgyhogy ha valakinek lesz még kedve, ha nem olyan sok részvényt vásárolt, többet szeretne, vagy még szeretne keresni egy kis pénzt, akkor még 5-10 év múlva is lehet a Skyworld Community-val dolgozni, mert tudjuk, hogy most az idén, lehet, hogy már most júliusban, ahogy tervezik, bemegyünk a 15. fázisra, és ez lesz az utolsó fázis, és későbbiekben, mikor ez el lesz adva, akkor nem lesz több olyan lehetőség vásárolni ilyen részvényeket, úgyhogy csak célprojekti részvények, tokenek lesznek, úgyhogy ezt még ki kell használni, ezt a rövid időt. Beszélek majd erről a fázisokról, meg mindent a Junicki-nak a interjúról is, ami mostan volt. Egy pár gondolatot, magyarázatot szeretnék megosztani veletek. Anatoly Eduardovics Junicki, tudjuk, hogy egy belorussziai származó úriember, aki Kazahsztánban a szüleivel felnőtt, és már középiskolában voltak neki olyan találmányai, hogy országos díjakat nyert, és akkor már volt neki egy víziója, hogy valami lesz belőle, és igazából lett is egy igazi nagyember, világhírű, akit most már több mint 200 országban és régióban megismertek, és én is személyesen a családommal is, barátaimmal, partnereinkkel is megismerkedtünk vele, és ez egy fantasztikus volt vele, nem tudtam beszélni vele, de egy pár szót megosztani, kezet fogni, fényképezkedni, és örülünk, hogy ez is megtörtént. Több mint 40 éve a Skyway Hur technológia, ami még itt azt írja, hogy jövő szállítási rendszere, én már most egy ideig azt mondom, hogy ez jelen, azért, mert már működő, már sok certifikátot megkaptak. Ha minden igaz, akkor az idén be is fejezik, legalább 80-90%-ot, ami legfontosabbak. Egy, ami legnehezebb megkapni, a biztonsági certifikátot. El kell, hogy higgyék azok, akik tesztelik a homologáción, meg mindenen, hogy itten az emberek biztonságban vannak, mikor utaznak 150 km sebességgel, vagy 500-al, ugye?
ez lesz a következő, a 15. fázisba, amit a Junicki mondott, hogy lehet, hogy 2 évig is eltart, de miért? Azért, mert ebbe az időszakba ki kell építeni ezt a gyorspályát. Most elindították a második engedélyt Belorussziába, és ezt várják, hogy megkapják, és akkor indulnak, már készítik a építkezést. A második meg a Egyesült Emírségbe, ha jól tudom, Abu Dhabiból, ugye ottan Dubai fele, ott van egy 60 kilométer, ahol tervezik, és erre 200 millió dollár kell. Azt természetesen nem tudjuk mi összeszedni, mi olyan 3-4-5 millió dollárt szedünk össze havonta világszerte, legtöbb Vietnám és Nigéria, most Dél-Amerika, Spanyolország is belejött, de ők terveznek egy más forrást, amit majd későbbiekben ugye elmondok. A 2021 évben indulnak a célprojektek, az építés, 3-4 új célprojektet szeretnének még aláírni. Azt mondta Junicki, hogy biztos ebben, hogy ez az idén még elindul, de vannak olyan projektek, amik készen álló, és már folynak a tervezések, és kezdik a építkezést. Hogyan lettünk mi ennek része? Hát ez egy crowd investing opció, ahol ugye mondtam, több mint 200 ország meg régió, nincs annyi országban, de például vannak olyan országok, ahol el vannak osztva 8 régióba, Oroszország például, meg vannak még a Vietnám is több régió, és akkor így körülbelül így lett, 400 ezer befektető segíti ezt a projektet, és a befektető úgy működik, hogy befizet pénzt, egy projekt közösségi finanszírozásra, és így a cégtől, mikor kimegy a tőzsdére, kapunk mi annyi részvényt, amennyi benne van a csomagban. Utána, ahogy a cég nyerességet ér el egy évben, most még idáig nem ért elég nyerességet, vannak már cégek a GT-n belül, Junicki String technológiai, meg a többi, ami elértek nyerességet, de nem volt elég nyeresség, hogy fizessenek osztalékot. Reméljük, hogy az idén ez a új 3-4 projekt, amit még aláírnak, és a megrendelő kifinanszírozzák, hogy lehet, hogy akkor jövőre már kapunk osztalékot. A másik, amit sokkal többet lehet nyerni, mivel a cég pontos egy az egyel megy ki a tőzsdére, ami azt jelenti, hogy ha egy részvény egyenlő egy dollár, ha vettünk 100 ezer részvényt, akkor nekünk a startba 100 ezer dollárunk lesz. Itten akkor a tőzsdén el tudunk adni 10 ezer, 20 ezeret, akár 100 ezeret is. Ugye én mindig azt mondom, hogy nem kell mindet eladni, mert későbbiekben, aki ki tudja várni természetesen, 3-5 év múlva, meg utána sokkal nagyobbak lesznek a hozamok, a osztalékok. Befektetés az úgy működik, hogy a Skyward Community-n keresztül, aki havonta egyszer utalja a pénzt a holdingokba, ami a GTI tulajdon, és a Junicki String technológia használja fejlődésre, építkezésre, és természetesen körülbelül 1000 dolgozó, aki dolgozik ebbe a cégcsoportba. Ünekik a fizetések, meg a költségek, certifikáció, erre használják a pénzt. Mi minden évben megkapjuk a múlt évi, hogy mondják ezt, tehát egy végzésféle, ahol megjön, hogy mennyi, hova ment el a pénz, mire költötték, hogy áll a cég, ez bent van a webirodában, mindenki
meg tudja találni a dokumentumoknál, egy PDF-be is ki tudja nyomtatni, vagy leszedni a számítógépre. Ha elszámolás, igen, lehet így is mondani. Köszönöm, Mária. Ugye most júliusra tervezik a 15. fázist, akkorra tervezik a tokent is, úgyhogy ezt most várjuk. Skyway Global Token, ez egy segédprogramként fogják majd használni, és most a cég készíti a biztonságot, ahogy ez el lesz készítve, azt mondják a programozók, hogy teljesen biztos, akkor elindul a meg tudjuk mi venni. Évvégére azt ígérte a Vladimir Maslov, hogy kimennek a többi nagyobb tőzsdékre, ahol ezeket a tokenokkal lehet kereskedni, venni, eladni. De elsők mi vagyunk, akik meg tudják kapni. Nem tudom, milyen ára, még abszolút nem mondtak semmi információt, hogy milyen árba lesznek, de meg tudjuk majd, lehet, hogy már júniusban, a következő hónapban. A részvény visszavásárlás tőzsde előtt, ezt többen kérdezték már tőlem, ez nem úgy fog működni, hogy lesz egy kis tőzsde, belső tőzsde, hanem mert erre nem is kérnek, nem is kaphatnának engedélyt, ez nagyon nehéz megkapni, és nem ez a projekt, a Skyway-nak a célja. Hanem most, mikor a sárgyai projekt felépül, ugye most tudjuk, hogy májusban el akarják indítani ezt a 2,5 kilométert, és akkor van még októberig valami, meg elindulnak a célprojektek, ahol jön bevétel, akkor törvényesen a cég vissza tudja tőlünk vásárolni. Elsőbbként az idősebbeknek, nem tudom, most 70-75 plusz, azoknak fogja felajánlni a cég a visszavásárlást. Ezt nem tudjuk, hogy milyen árba lesz. Ha 1 centir vettük, most 2-5-10 centi, ezt nem tudjuk, ha megkapjuk ezt az információt, ugye a webirodában benne lesz, akkor elmondjuk majd a egyik következő konferencián. A következő hírek, hogy a európai piac és a MENA régió, ez a Marokkó, Algéria, Líbia, Egyiptom, Jordán, Irán, Szíria, ott lesz mit építkezni, és ebbe a régióba akarnak most indulni. Különböző országokban 36 épületük van nekik, ez is nagy valami, mert látszik, hogy kiépült. Mindig azt kérdezik tőlem az emberek, hogy nem ez valamilyen kamu cég, lesz ebből valami, és mikor megmutatom neki, hogy ez az iroda, ez az épület, Ekotechnopark, Marina Gorkában, most Sárgyában építkeznek, videót megmutatunk, ez nagyon sokat jelent a befektetőknek. Ami nagyon fontos, hogy ez egy közös tulajdon, ez a miénk, és én mikor Marina Gorkába mentem, akkor mindig úgy éreztem, hogy ez én is része vagyok, hogy nem tudom, most ez az ajtó, vagy ez a kerék, ezt én finanszíroztam. A Ekotechnoparkban 5 pálya készült el, nehéz járművek számára is, ugye, tudjuk, hogy 30, meg utána 40 tonnára is építik, és az Emirátusokban ez a 400 méteres pálya, ami kész van, ami már működő, és a májusban a 2,5 kilométer, ami összeköti két nagy utcát, és ez most folyamatban van. Azt várják, hogy Ausztriából a sínek megérkezzenek, ezt most nem tudom, hogy uton van, vagy már ott van, és ezt akkor fel kell csak rakni, ez lehet, hogy pár napig fog tartani, és akkor már elindul. 12 féle jármodellt kifejlesztettek, ebben már mi azt hiszem, hogy 4-be utaztunk is, szóval igazik, használhatók,
prototípusok. Elindult a sorozatgyártás már másfél éve, és ezek mind ipari termékek, amit lehet gyártani. Éves jelentés. Igen, igen, oké. Nekem vissza kell menni, lássam, hogy valamit megírtok, mert ott nem tudom a következő lapokat indítani. A célprojekt, ez szükséges munka első szakaszai már javában készek. Ebben az évben több célprojektet, ugye ezt majd megmondják, hogy melyik. Oké, megyünk tovább. Ez, amit mondtunk, ugye, a 15. fejlesztési fázisban a nagy sebességű közlekedés tesztelés, és ezt a pályát el akarják indítani, mert nincs ilyen pálya még sehol a világon. Ezt mindig szoktam mondani, hogy nem olyan egy új autó, amit letesszük az aszfaltra, utcába, és mehet. Úgyhogy fel kell építeni. Én bocsánatot kérek, kicsit bedugult az orrom, ma valami allergia fogott, és ezek megvannak már a szükséges tervei, a megoldások. Ebbe a járműve még nem utaztunk, ugye ezt nem volt meg az engedély, másfél évvel ezelőtt Marina Gorkába, és a 15. fázis, fejlesztési fázis, körülbelül 2 évet vehet igénybe. Na de, amit még mondott a Junicki, hogy a IPO, ugye, kimenni a tőzsdére, csak az egyik lehetőség a feltő késítésre. És ők azt tervezik, hogy kimenjenek, azt tudjátok, hogy tavaly szeptember-októberben elindították minden papír szükséges munkát, 3 céggel kötöttek szerződést, egy cég, ami nagyon fontos, ami azzal foglalkozik, hogy a nagy befektetési alapítványok vásároljanak nagy mennyiségben részvényeket, és 3 évig olyan szerződést kötnek velük, ne adják el. És ez azt jelenti, hogy nekünk is egy biztonság, egy hosszú távú, hogy nem esik le a 1 dollártól lejjebb, ha valami történne is, mert nem engedik eladni nagy mennyiséget. Ami nagyon fontos, hogy biztos vagyok benne, hogy ez már idén meg fog történni, a konkrét útpályákat fogunk építeni. Szóval ezt a 200 millió dollárt, ő tudja, hogy a 15. fázisból csak 25 millió dollárt kap a cég, és erre nem is számíthat, hanem lehet, hogy azt a tervezik, én ezt így fogalmaznám, kimennek a IPO-ra, első 6 hónapba, eladnak annyi mennyiségű részvényt, hogy meglegyen a 200 millió dollár, mi még mindig 15. fázisban vagyunk, és ez a 15. fázis, finanszírozási fázis, lehet, hogy 2 évig is tart, de lehet, hogy már ebbe a fázisba ki fognak menni a tőzsdére. Úgyhogy 6 hónap után már nekünk is el lehet adni. Én legalább ezt így értem, majd ha lesz alkalom, még beszélek a Solar Ferry-vel is erről a témáról. Tegnap beszéltem vele, de nem volt olyan sok idő, mert kezdődött a konferencia, ott vannak Hanoiba, Vietnámba, 2 hete 14 nap izolációba, és most meghosszabbították nekik még 4 napra, úgyhogy 18 napig bent vannak egy szobába, oda hozzák neki, épp náluk 5 óra volt délután, 6 óra, bocsánat, nálunk meg 1-kor volt a konferencia, és akkor hozták neki a vacsorát, úgyhogy egyszerűen nem szabad a szobából se kimenni, mindent onnan tartanak. És azt mondja, hogy lesz még 3 vagy 4 nap, ha kimennek izolációba, akkor megpróbálják mindenkivel találkozni, ugye az a nagy befektetőkkel, meg nem tudom, ottan a állam, mi valami igazgatókkal, úgyhogy sok munkájuk lesz az a 3, de most jól kipihenik magukat. Úgyhogy ezek a hírek vannak csak Hanoiba. A jövőbeli tervek,
5 év munka cégcsoportunk tőkének legalább 500 milliárd dollárnak kell lennie, ami azt jelenti, hogy biztos, stabil céget tervez a Junicki, és 10 év után ez nem lesz kevesebb, mint egy billiárd dollár. Úgyhogy több tíz, majd több száz projektet fogunk felépíteni, és a hőrendszer különböző összetéve speciális gyártóbázisnak lesznek. Már most is Belorussziában több mint 1 millió dollárnyi gépek vannak, és azt mondta, hogy ilyen fejlesztési, meg ilyen gépek senkinek Belorussziában nincsenek. Ilyen technológia, amit a Skyway indult. Úgyhogy sok jó hír vár ránk, és én örülök mindig, hogy itt van, majdnem minden héten tudunk valami új dolgokat mondani. Ami még a mi belső irodánkban, hogy a kuponok május 14-ig használhatók. Sajnos, ha kártya befizetés még nem sikerült elintézni egy processzorral se, de azt tudjuk, hogy több cégek is nek van gond. Gondolták, hogy ezen a héten meg lesz. A valamennyi országokból lehet Mastercard-ja fizetni, de ahogy tudom, nálunk Horvátország, Macedónia, Szlovénia, Magyarország nem megy a kártya befizetés. De például Ethereum 2 perc alatt beutalta valamelyik nap 280 dollárt és 2 dollárt vont le költség, úgyhogy aki tudja a kriptot használni, az használja. Ha valaki nem tudja, akkor a banki utalás javaslom 3-4 nap kell, hogy beérkezzen. Magyarországi utalásokkal nem volt gond, mindig beérkezett, esetleg leszoktak vonni 10-20 dollárt az végösszegből, úgyhogy érdemes egy picivel többet befizetni, ha pontos annyira számítunk. Meg van, hogy kisegítsük magunkat, csak senkinek most nincs belső pénze, úgyhogy most ezt még így ki kell bírni, még nem indul a kártya befizetés. A Payeer az jól működik, a Fastapay ott is lehet, úgyhogy ez van most. A kuponokat mindenki megkapta, aki bármikor vásárolt egy részvénycsomagot, és 2 kupont, ami 100% részvénycsomagot kap, úgyhogy 1000 dollártól lehet, vagy feletti, és első vonalnak oda lehet ajándékozni, ez főképp azoknak, akik most lépnek be, akik nem kaptak kupont. Akkor még május 14-ig ki tudjuk használni ezt a jó lehetőséget, hogy milyen akció lesz későbbiekben, ezt most nem tudjuk. Az a hologram, azt tudjuk, hogy nincs. Itt van, látszik, hogy a Inotranszi csomag, ugye az 1000 dollár, és kétszer ennyi, itt 33 ezer tulajdoni hányad, ugye ebből lesz a részvény, ennyi részvény lesz, szóval 66 ezer, ha egy ilyen csomagot vásárol. 1,5 csomag, ezt azok kapják, akinek a közvetlen beregisztrált partnereik vásároltak valamilyen csomagot, akkor kaptak még, nekem is van már ilyen csomagom, amit 1,5-szer még ki lehet használni. Úgyhogy ha 10 000 részvény, akkor 15 ezeret kapunk még 50%-kal pluszba. A következő csomagok, a prémiumi ugye a 150 ezer-től 25 ezerig, ez egy egyszeri befizetéssel mennek, és akkor vannak ezek, ami a havi 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2500 és 5000 dollár. A kétszeri csomag a stabil, ami 31 ezer, ami 100 dollártól havonta. Szóval ez a minimum, ha valaki duplán szeretné megkapni a részvényt. Ahol kimutassa, hogy 1,5-szer, akkor ezt is még ki lehet használni. Természetesen mindig az első 2-t előbb elhasználjuk,
és azoknak, akinek még régi befektetők, akinek volt ilyen 1-300-al, 1-600-al, azok nem tudják használni a kupont, mert a rendszert úgy csinálták, úgy készítették, hogy minden csomagra, de mivel nekik már ilyen nagy diszkont van, én sajnálom, én ebből kimaradtam, ők csak azt tudják. Ha azt elhasználják, amikor kész lesz az akció, akkor visszatér nekik a normálra. Úgyhogy ő nekik nem is kell természetesen ilyen akció. És van még a bónusz csomag. Ezt nem lehet összekötni a főszámlával. Ha van 250 dollárunk, és hiányzik 1 dollár a bónuszszámlán, ha valaki át is dobja, ugye, akkor is a főszámlára megy, ez sajnos nem lehet kihasználni. Úgyhogy csak a bónuszszámlával lehet egyszeri befizetéssel megvenni. És akkor vannak ezek a csomagok, ami 2000-től 150 ezerig, ide betesszük kosárba, és utána akkor kifizessük. Nem tudom, szoktam én mondani, hogy én mindig azt javasolom, hogy előbb töltsük fel a számlát, és utána vegyük a csomagot. És akkor vannak még ezek a legkisebb csomagok, ami 50 dollár túl van, 100, 200, 350, 500 és 1000 dolláros csomag. A Skyway, ahogy mondtuk, már elkezdte építeni ezeket a járműveket, és ott a Minskben már sokan voltak gyárva, és sajnos visszaállítottam, és sajnos nem voltam még abba gyárva, mert mikor a Minszki bemutató van, akkor csak néhány csoportok, a vietnámi csoportokat engedték oda, és akkor nem akartunk mink tolakodni. Egy pillanat. Vissza is jött a hang. Ezt a képeket a Marina Gorkába fényképeztük, ugye rajta van a Dubai Skypod, ami ilyen brand névvel lesz majd felépítve az az első projekt is, meg a többi, és a RTA, a közlekedési minisztériummal kötöttek szerződést ott Dubajba. Úgyhogy ez is egy nagy valami, mindig meg kell említeni, hogy egyik a legnagyobb, nem tudom, most szerencsére mondjam, vagy legfontosabb döntés az volt, vagy egy ilyen siker, hogy a emirátusi országba indítsuk első projekteket. Miért? Azért, mert ők, van nekik pénzük, az a legfontosabb, hogy ki tudják finanszírozni, szeretik az újdonságokat, akarnak világközpont biznisz, ugye üzleti központ lenni, és akarnak egyik legjobb turizmust kiépíteni. És ezért építenek mindent nagyot, újat, csodálatosat, és elfogadták a Skyway-t. Ők is már voltak itt a Marina Gorkába, meglátogatták, itt lehet látni, hogyan tesztelik, ugye sok videó, fénykép van. Mi is, mikor voltunk ott, akkor utaztunk ezekkel a járművekkel, úgyhogy egy szuper nap, olyan gyorsan elmúlott az egész. Azt már tudjuk, hogy sok előnye van a 6-8-szor olcsó felépíteni és karbantartani, kevés energiát, csak villanyáramot használ, és ami legfontosabb, nem csak a kapacitás, meg ekológia, hanem a biztonság is, a biztonság a legfontosabb. Mert ez, ha egy ilyen rendszer elindul, és nem lesz szerencsétlenség, akkor ez óriási. Meglátjátok, mindenki ezt akarja majd felépíteni minden városba a világon. Ahogy a Junicki is mondta az utolsó interjúban, hogy 12 féle jármű, járműt építettek,
a most lett kész ez a Unicont is, amit már tesztelnek, 30 tonnás, eleinte úgy tudtuk, hogy 40 tonnás, de a 30 tonnás konténereket már fel vannak építve. És ahogy itt meg volt a tervekbe, itt balról a képe meg lehet látni, hogy ezek már készen állva, és indulás, start a sorozatgyártása. Ha egy cég már elindul, hogy elkezdi a sorozatgyártást, akkor lehet mondani, hogy az már lovon van, és mehet már előre. Most a certifikátok ugye már sokat megkaptak, de különböző engedély, nagyon szigorú engedélyeket, mindent meg kell kapni, hogy tudjanak kezdeni építeni a többi országokban, meg itt Európában nálunk is. Itt látjuk, hogy megvannak már a gyárak, a raktárak, el van készítve a sorozatgyártás, irodaház, ahol 50 iroda van, akkor a Skyway Plaza, 12.000 négyzetméter, ez Minskben van, ide is majd elmegyünk, ha lehet majd utazni, és 100% a Unitsky String Technology tulajdonába került. Ez is nagyon jó döntés, mert ezzel is emelik a cég értékét, nem bérletet fizetnek, holnap valaki meg tudja szüntetni a szerződés, és kellene máshova, itten akkor véglegesen itt tudnak lenni és dolgozni. Itt vannak a tervezőirodák, irodaházok, ugye megvan a Minszki Zelenznodornya utcába. Ki kell ezt mondani is. Ezt mondtuk már, hogy a RTL miniszterelnökkel, ugye ez ők tették fel a internetre, úgyhogy ezt már láttuk, és a Sharjai projekt, ahol két évvel ezelőtt mi is kimentünk a szlovén partnereinkkel, hogyha meglátogattuk, hol kezdik majd a építkezést, és ami most folyik ottan, már a kiszépítés, készítik ugye a október 1-i expóra az egészet, mert a expo látogatóit ki fogják hívni, hogy gyertek el, nézitek meg élőben, az expótól egy fél óra taxival, és az olyan, ha 4-en mentek, akkor 5-6 dollárt fizettek összesen, mert 20-25 dollárért kivisz minden taxi oda. Ami nekem megdöbbenő, hogy egy szobából indítsák az egész projektet, és itten ez teljesen automatizálva van, de egy-két ember tudja az egész közlekedést figyelni, ha valami esetleg baj, úgy eleinte ugyan sok tesztelés lesz, igazi utasokkal is, ugye már most is tesztelték, Minszbe is, a Marina Gorkába, ez a 5000 ember, ugye kétszer, első éve 3,5, más aki tudott utazni, második éve már mind az 5000, mentünk mi többször is, úgyhogy lehet, hogy 7-8 ezer utast is már leteszteltek, ezek az első tapasztalatok. Itt vannak a állomások, irodaházak, nagyon szépen beleilleszkedik abba ilyen homokos, sivatagi ilyen helybe, és láttuk ott már elindították a központ közelébe is virágot, meg ültettek minden füvet, úgyhogy igazán gyönyörű lesz szép, mikor ez kiépül. Azt kell tudni, hogy itten Dubajba, Sharjába ez mind sivatag volt valamikor, ugye? Azt tudjuk, hogy a Dubai az egy olyan halászi kis kikötő volt, egy falu, és milyen nagy város lett, hát egy picivel több, mint 20 év, de 30 éven belül egy teljesen új, nagy, modern város lett. Itt vannak a oszlopok, ide várják most a ausztriai acélt, hogy feltegyék, későbbiekben ott fogják majd gyártani helyszínen, és ottan is húzzák ki. És ami nagyon fontos, hogy most már két sejkkel is együtt dolgozik a Unitsky,
a sárgyaiseik, aki meglátogatta, beleült ezekbe a járművekbe. Erről beszélnek a 10,4 kilométeres célprojektről, amit már készítenek, és igazán nem szégyenkezünk mi se, hogy ilyen projektbe fektettük be. A következő projekt, amit tudjuk, hogy a Sharjah meg a Khor Fakkan, ez a 130 kilométer, ezt még nem tudjuk, hogy alája van írva, de ezt teljesen elkészítették a projektet, és várják, hogy, hogy meglegyen a minden szerződés, és majd biztos, hogy a Judicki egy következő interjúban vagy közli velünket. Ez egy két kikötő, a Sárgya és a, ez a másik, a Khor Fakkan, ezt összeköti, és ez egy modern teher szállítás lesz. Azon kívül megvannak a kikötők, ahol tudjuk, hogy 24 óra alatt ki lehet szedni ezeket a konténereket, ugyanúgy fel is tölteni, mert tudjuk, hogy egy nagyobb kikötőkbe 20-30 napot is várnak a hajók, két még sorba kerülnek, hogy beérkezzenek, hogy, és akkor egy hétig kell, még kiszedik ezeket a konténereket. Több újságíró, több vendégek, biznisz, üzletemberek látogassák, ugye az Egyesült Emirátusi miniszterek, szaudarábi üzletemberek, az a Eria legnagyobb nem közlekedési építkezési cég, csoport, akik akarják majd elindítani azt a új várost, és tudjuk, hogy a Mohammed bin Rashid, a dubai seik aláírta ezt a szerződést, azt is tudjuk, hogy a kivitelező csődbe ment tavaly a korona véget, és most új pályázatot írtak, amit egy megnyert, és várja, hogy még nem tudjuk pontos ki, de már hallottam, hogy reklámozzák, hogy ők fogják felépíteni ezt a 15 kilométeres projektet a dubai központba. Ami nagyon pozitív és jó reklám nekünk még, hogy a sárgyai igazgató mindig megemlíti nagy képekkel, hogy a legfontosabb közlekedési partner a Skyway, a String Technológia, és aha, visszahajtottam, és mindig kis ki hangosítsák eztet, ez különböző YouTube-okon megvan. A Expo Dubai 2020-as, ami az idén október 1-én indul, és jövőre március 31-ig, na most végre kiszámoltam, hogy ez 182 nap, úgyhogy bemutatják ezeket a modelleket, és mindenkit kihívnak Sharjahba, hogy élősbe azt a 2,3 kilométerbe próbálják ki, és ingyenen utazzanak. Úgyhogy itt több millió embert várnak erre a expóra. Mi is nagyon szeretnék elmenni, az biztos, hogy be kell majd ótani bennünket, aki akar menni. Úgyhogy ez egy nagy döntés lesz, de meglátjuk, hogy mi lesz majd, még októberig tudunk egy kicsit gondolkodni. És végére a dubai tájképek, városi közlekedés, ez lesz. Én már gondolom, hogy az idén is, de jövőre már több ilyen projektek lesznek, és ez is egy nagyon fontos turizmus szempontból egy nagy előny lesz a Dubajba, mert gyönyörű egy ilyennel utazni nappal is, este fele, éjjel, és meglátni a várost. Ez olyan, mint egy kis repülővel mennék, olyan 10-15 méter magasan, taxival is sokat lehet látni, de ha te ilyen magasra mentek, akkor ez igazán egy szuper élmény lesz. Na, végére azt szeretném mondani, hogy mindenki arra
ügyeljen, hogy minél több részvénye legyen, ha el tudjátok adni, akkor el tudtok menni is Dubajba, és megnézni ezt a gyönyörű projekteket, amik igazából már lehet, hogy jövőre nálunk Európában is nagyon komoly szerződések és építkezési készítések lesznek. Úgyhogy örülök veletek együtt, hogy egy ilyen projektben vagyunk együtt, és egy igazán stabil, pozitív, biztos jövőt biztosít nekünk ez a cég. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, további szép estét, szép hétvégét mindenkinek, és sok sikert, és jó egészséget kívánok. Sziasztok!